Mióta a 18 pluszos termékcsalád létezik, azóta a LEGO folyamatosan ontja ki a kifejezetten gyűjtőknek szánt LEGO készleteit, de ne felejtsétek el, ez a termékcsalád nem csak a megfizethetetlen gigászokról szól, hanem ezért hébe-hóba meg szoktak jelenni kisebb készletek is. Így volt ez a tavalyi évben ezzel a Star Wars-os készlettel, látjátok 18 pluszos logó látható rajta, de azért messze nem az a több százezres kategória, úgyhogy a mai adásban ezt fogjuk megnézni, ez itt az Építsd Fel, vágjunk is bele! A készlet az Executor Superstar Destroyer, aminek már volt egy UCS verziója is még évekkel ezelőtt. Na most, hogyha azt beszeretnétek szerezni, akkor ahhoz mélyen a zsebetekbe kell nyúlni, hiszen azóta már régen kivonta a LEGO azt a forgalomból, és hát a másodpiacon elszállt az ára, úgyhogy ha beszeretnétek szerezni ezt az űrhajót, ez egy ilyen megfelelő változat lehet. 75-356-os, 630 darabos, és egyébként 29.000 forintért lehet jelen pillanatban a LEGO oldalán megvásárolni, és egyébként a másik oldalán még a méretével is találkozunk. Nem nagy alkatrészszámmal rendelkezik, mégis azért hosszra egészen szép hajót tudunk összeépíteni, 43 cm hosszú lesz, és 14 cm magas. Ebben a csomagban összesen 6 darab számozott zacskó van, nem annyira vészes, szerintem gyorsan végezni fogok az összeépítéssel, és hát itt van az összerakási útmutató, ami összesen 144 oldalas, és természetesen mivel egy 18 pluszos set, van egy kis háttérinfónk, először is látható az eredeti filmbéri Superstar Destroyernek a készítése, és végül, hogy a filmben hogyan is nézett ki, utána pedig, hát láthatjuk, a LEGO verzióját is. Összeépítem, és hát utána megnézzük a részleteit. Ja, és egyébként nincsen matrica benne, ami kifejezetten üdvözlendő. Hát az összeépítése nem tartott sokáig ennek a készletnek, igazából annyira bonyolult sem volt az összeépítési folyamat, de már most ki kell nektek emelnem azt, hogy ez az egyik legjobb termékcsalád a Star Wars-os témakörben, ami számomra kijött 2023-ban, egy nagyon jó elérhető árkategóriájú készletről van szó, és mégis egy gyönyörű kiállítási darabot kapunk benne, de hogy ez hogyan is néz ki, hát egyből ugorjunk is bele, látható, hogy kapunk egy kis talapzatot hozzá, amit egyébként az utolsó zacskóból kellett összeépíteni, szokásos, printelt kis feliratok vannak, itt van egy Executor feliratunk az oldalánál, de itt extrába kapunk egy 40. évfordulós kis Darth Vader-es LEGO alkatrészt, ami egyedivé teszi ezt a készletet, nagyon jó kis kiegészítője, viszont ezt hát elméletileg ide is lehet tenni, ahova én is tettem, a doboz is így mutatja, viszont hogyha összeépítitek, akkor láthatjátok, hogy az összeépítési útmutatóban egyáltalán föl sem hozza ezt, hanem itt eredetileg egy ugyanolyan grillrács van, mint a másik oldalán, úgyhogy ez egy kicsit furcsa. Ha már tetszik ez a termékcsalád, akkor egyből föl is hívnám egy kis negatívumra a figyelmeteket. Szerintem mindig hiányzik az ilyen stílusú készletekből a minifigura. Szerintem egy Darth Vader minifigurának kellett volna ebben a készletben lenni, már csak azért is, mivel a másik oldalán itt van ez a grillrács, amit el lehet távolítani, és akkor látható, hogy ott van kettő pötty, oda lehetne tenni egy Darth Vader figurát, és akkor szerintem sokkal jobban néz neki kiállítási darabként is, meg akkor azért mindenki látja, hogy pontosan melyik űrhajóról is van szó. Nyilván a Die Hard rajongók tudják, hogy az Executorról van szó, ami Darth Vadernek a fő hajója volt, de akkor is egy minifigura szerintem nagyon illett volna ide. Haladunk szépen fölfele, elérkezünk az űrhajónkhoz, amiről így első ránézésre azt láthatjátok, hogy egy hatalmas nagy szürke pacát kapunk, de ez ennyiben nem merül ki.
eleve az összeépítési folyamatban nagyon fontos rész az, amikor a LEGO színes alkatrészeket alkalmaz egy ilyen készletnél is. Na most én eléggé maximalista vagyok, ezért őszintén szólva én ezeket a színes alkatrészeket nem is raknám bele, viszont megértem, hogy hát nagy közönségnek gyártanak, és sokkal élvezetesebb színes alkatrészekből is építkezni, mint csak szürkékből. Ugye általában ennél az szokott a probléma lenni, hogyha színes alkatrészeket raknak bele, akkor bár megkönnyíti az összeépítés, és ezáltal sokkal élvezetesebbé válik az összeépítés, de sajnos itt-ott azért kiszoktak szivárogni, itt-ott azért be lehet látni a belsébe, és akkor azért szoktak látszódni azok a színes alkatrészek, amik nem mutatnak jól egy ilyen szürke legónál, viszont ennél a készletnél ezt megbírták úgy oldani, hogy bármelyik szögből nézitek, egyáltalán nem látszódik az, hogy színes alkatrészek vannak a belsébe, ami kifejezetten üdvözlendő, úgyhogy innen is csókoltatom a LEGO tervezőit, nagyon jól sikerült tényleg ez a készlet. Ahogy az előbb is elmondtam nektek, nekem ez a termékcsalád egyértelműen a 2023-as év egyik legjobb termékcsaládja. Láthatjátok, hogy gyönyörűen le van panelezve szinte végig az űrhajó, mindenhol szépen lecsempézett felületeket kapunk, nagyon kevés stats felület van rajta, viszont hogyha már ennyire gyönyörűen le simították a tetejét, akkor ide a végére már miért nem sikerült odarakni még 5-6 LEGO alkatrészt, és ezáltal nem ezt a csúnya levágott véget kaptuk volna, hanem úgy szépen tényleg kibírták volna hozni ezt a háromszög formát, így olyan, mintha le lenne vágva a vége, szerintem itt a tetejére is még kellett volna rakni csempézett felületeket, mert így azok a stázok szerintem nem néznek ki annyira jó rajta. És azt is vegyétek észre, hogy itt kettő tónusú szürkével találkozunk, van egy világosabb és egy sötétebb szürke, itt a középső részét ezzel a sötétebb szürkével kellett összeépíteni, viszont ott nem csak szürke alkatrészek vannak. Figyelmes szemlélő észreveheti, hogy itt bizony néhány ablakot is bemutat a LEGO, áttetsző kék alkatrészeket kellett beleépíteni így a középső részébe is, de egyébként itt az oldalán is, hogyha közelről nézitek, remélem, hogy sikerül olyan felvételt csinálni róla, ahol ti is észreveszitek, hogy az ide-oda kék alkatrészeket is bele kellett rakni, ami kifejezetten jól áll ennek az űrhajónak, és hát nézzétek meg a hátulját. Itt is remek munkát végzett a LEGO, a hajtóművek gyönyörűen néznek ki, ezekkel az átlátszó narancsárga alkatrészekkel szerintem kegyetlen jól sikerült, és azért egészen jól lehozták a hátsó felét is, úgyhogy tényleg egy nagyon jó kinézetű készletről van szó. Egyébként le tudjátok venni az állványról nagyon könnyen, és akkor meg tudjátok nézni, hogy a hasa hát nem kapott annyira részletes kidolgozást. Itt egyáltalán nincsen semmi annyira kidolgozva, de hát igazából ezt a részt nem is sűrűn fogjátok látni, úgyhogy szerintem ez nem probléma. Sőt, az is látható rajta, hogy mekkora méretekkel rendelkezik ez az űrhajó. Nézzétek meg, hogy ez a Super Star Destroyer mennyivel nagyobb, mint egy sima Imperial Star Destroyer. Szóval egy birodalmi csillagrombolónál mennyivel nagyobb ez a hajó, hiszen kettő Microscale verziót oda kellett rakni, áttetsző LEGO alkatrészekre vannak rárakva. Sőt, hát hányszor felosztam már nektek problémával, vagy problémának azt a nagy Venator készletnél is mondtam például utoljára, de a hatalmas nagy Imperial Star Destroyernél is mondtam nektek, hogyha már ott van az a hatalmas üreges belső test. Értem én, hogy méretarányban nem tudnak a belsőbe építeni dolgokat, de valamit valamilyen szinten azért beleraknának jelzésértékként, azt szerintem tök jó lenne. Ennél a pici készletnél érdekes módon megbírták oldani. Nem hiszem el. Levesszük itt ezeket a paneleket az oldalán, amit egyébként hát nem túl bonyolult eltávolítani, hiszen csak néhány alkatrész fogja oda. Hogyha ezeket levesszük, akkor meg tudjátok nézni, hogy a belsejében eleve itt látjátok, hogy milyen színes alkatrészek vannak benne, de az is látható rajta, Darth Vader éppen a fejvadászokkal tanácskozik, ezeket hát nagyon jelzésérzékű, de akkor is beleépítették ezekkel az egyszer-egyes kerek alkatrészekkel. Nézzétek meg, mindegyik színben egyezik a minifigura verziójához képest, úgyhogy ez az érdekes ennél a készletnél, hogy egy nagyon pici készlet, és még így is kaptunk egy minimális belső kidolgozást. Gondoljatok bele, hogy azoknál a nagy batároknál milyen meglepetéseket lehetne elrejteni. Összegezzünk el, srácok! Szerintem ez a Star Wars-os set a 2023-as év egyik legjobb Star Wars-os setje, már csak azért is, mivel sokkal elérhetőbb áru, mint a hatalmas nagy Venator készlet, és mégis azoknak a feltételeknek felel meg, mint az a készlet. Tényleg egy hatalmas setről van szó a Venator készlet esetében, tényleg nagyon jó összeépíteni azt a készletet, viszont utána, gyakorlatilag, hogyha nem egy hatalmas házban laktok, esélyetek sincs kiállítani, ezzel szemben ezt a készletet sokkal könnyebben be tudjátok szerezni, utána sokkal jobban ki tudjátok építeni, és hát cserébe még a belsőbe is kaptunk meglepetéseket, amik a nagy testvéreknél nem voltak eddig. Nos, srácok, hát ez volt a 7356-os Star Wars készlet bemutatója. Ha tetszett, amit láttatok, a lájkokat a videóról ne felejtsétek, ha esetleg még nem lennétek feliratkozva, akkor tudjátok, hogy mi a tendő, én pedig még egyszer szeretném megköszönni a LEGO Store Budapestnek, hogy elküldték nekem ezt a remek kiállítási darabot, mi pedig találkozunk a következő epizódban. Szevasztok!